6-7 játékos ügyességi próba helyszínen kellett megbirkózni feladatokkal, gyerekeknek, szülőknek egymást segítve. Minden évben megrendezésre kerül a fazekas hét utolsó napján ez a családi sportnap, és a gyerekek nagyon élvezik, hogy a szülőkkel együtt játszhatnak, sportolhatnak ilyenkor. Petákokat lehet gyűjteni, amit aztán később a gyerekek különböző ajándékokra beválthatnak. Ahogy lehet látni, itt azért rendesen le tudnak lazulni a szülők is, és a gyerekekkel kézenfogva tudnak akár labdát vezetni, kötelet mászni. Az elején van egy nagyon jó kis sorverseny, na ott aztán igazán fergeteges a hangulat. Én azt gondolom, hogy mindenhol ki kell engedni egy kicsit a gőzt, és a gyerekeknek ez az játékos mozgás az, ami ez lehetővé teszi. És hétfőn lehet, hogy sokkal vidámabban mennek iskolába, de hogy fegyelmezetlenek nem lesznek, az biztos. Elég sokan szoktak jönni, most is nagyon sokan voltak, vannak, és hát ugye a gyerekeknek nagy élmény az, hogy egy ekkora csarnokba lehetnek. A feladatok végrehajtásához többször elkelt a pedagógus segítsége is, hiszen a sajátos nevelési diákok is végrehajthatták ezeket a programokat. Nagyon jó ötletnek tartom, mert gyerekek, szülők egyaránt jól érzik magukat, és összekovácsolja a közösséget. Ő az újúti iskolában sajátos nevelési igényel, 5. osztályos, de úgy gondoltuk, hogy amit kipróbál, azzal előrébb lép és fejlődik. Én úgy gondolom, hogy ez így tökéletes, mert azért a családi idő összeegyeztetés is kell. A sportág alap elemeinek elsajátítása volt a legfontosabb a gyerekek számára, és ez a szülőknek sem okozott különösebb gondot, természetesen mindezt kitűnő hangulatban tették. Nagyon jó a hullahoppozás, az ugráló kötelezés, kosárba dobás, ezek mind mentek is neki. Hát nekem inkább csak ez az ötágú tüskére dobás én ebben. Mindenképpen jó, hogy mozgunk, szerintem inkább közösségformáló hatása van. Én azt érzem, hogy jó találkozni az osztálytársakkal, a tanítónénikkel, meg jól érezzük magunkat. A testnevelők árgus szemekkel figyelték, és ha úgy látták, azonnal szakmai segítséget nyújtottak. Alapjába véve olyan feladatokat próbáltunk összerakni nekik, amik játékos formájú, de minden sportágból felül egy kicsit célba dobás, kosárra dobás, hullahoppkarika, ügyességfejlesztés, egyensúlyfejlesztés. Van, aki ebből szereti meg például mondjuk a falteniszt, amit épp most ott a falnál játszanak, vagy épp a hullahoppkarikánál az ugrókötelezést és az ugró iskolázást. Tehát tulajdonképpen van alapja mindig ennek. Ez már a 16. alkalom, hogy megrendezzük ezt a családi sportnapot. Fazekas hét keretén belül ez a záró napja tulajdonképpen ennek a hétnek. Szülők nagyon aktívan részt vesznek benne, sőt, még sokszor azt szoktuk mondani, hogy a szülők még jobban élvezik, hisz ismét gyerekek lehetnek. Van, amikor hétfőn úgy jönnek vissza, hogy olyan izomlázunk van. A sport és családi nap elérte a célját, hiszen fantasztikus hangulatban, nagy létszám mellett zajlottak a programok.